Vasárnap elsőként a magyar női vízilabda válogatott ugrik a Duna Arena medencéjébe a budapesti Európa-bajnokságon. A lányok természetesen már nagyon várják a horvátok elleni nyitómeccset a hazai közönség előtt. Én már 3 napja azt mondtam, hogy ja Istenem, mikor kezdünk már, úgyhogy épp itt lesz az ideje. Nem tudom elmondani, hogy mennyire várom, mert tényleg nagyon. Ugye a horvátokkal kezdünk, ezek a meccsek jó órávezető meccsek lesznek. Az orosz lesz ugye az első tét meccs a csoportunkban. Úgyhogy arra kell nagyon felpörögni, és tényleg nagyon bízunk benne, hogy jó kezdéssel tudjuk elhagyni a medencét az első meccs után. Tudjuk azt, hogy az első mérkőzés mindig nehézkes, tehát nem feltétlen amiatt, hogy az ellenfél most éppen ki, hanem hogy amikor bejövünk, azért az ember akarva akaratlanul is ugye megdöbben egyrészt ugye a tömegen, azért most hazai közönség előtt leszünk. Nagyon remélem, hogy senkiben nem vált ki izgulást ez, hanem inkább egy ilyen felspanolt állapototokhoz. Nyilván azért nekünk is jobb, hogy az első meccsen azért még, akkor bejövünk legalábbis a bemutatáshoz, akkor egy kicsit körbe lehet még nézni, de ahogy ugye az első sípszó elhangzik, és beugrunk a vízbe, onnantól már csak a meccsre és magunkra szabad figyelni. A főpróba jól sikerült, hiszen a dunaújvárosi felkészülési tornát 100%-os mérleggel nyerte meg Bíró Attila csapata. Szerintem jobb formában voltunk, vagy vagyunk, mint én arra számítottam. Nem feltétlenül azt, hogy most nyertük azokat a mérkőzéseket, sokkal inkább arra gondolok, hogy nagyon jó játékot mutattunk. Tehát nagyon sok jó döntés hoztunk a védekezésben, támadásban is, úgyhogy ez sokkal értékesebb, mint hogyha csak egy góllal nyerünk. Nyilván annak is azért az Európa-bajnokság bármelyik meccsén örülhetünk, viszont a játék, vagy a mutatott játék alapján nagyon jó volt, ugye külön nagyon jó volt otthon játszani hazai közönség előtt, úgyhogy én nagyon vártam, hogy menjünk, és engem nagyon feldobott, hogy hazai közönség előtt végre magyar színekbe játszhattam, úgyhogy tényleg egy ilyen álomszerű felkészülés volt ugye az Európa-bajnokság. A tornán az is megmutatkozott, mi lehet a magyar válogatott nagy erénye az Európa-bajnokságon. Most a tornán nagyon jól ment a védekezés, és remélem, hogy ezt tudjuk tartani, mert a védekezés mindenek előtt van. Hogyha az jól megy, ahogy a tornán jól ment, onnantól kezdve tudunk lefordulni, tudunk szép gólokat lőni, és ez így is volt, úgyhogy bízom benne, hogy egy stabil védekezés lesz az erősségünk, és abból a gyors játék elől. A nagybetűs csapatot emelném ki. Talán az, hogy a fiatalok is felnőttek, vagy a fiatalabb játékosok, a rutintalanabbak is sokkal jobb, jó döntést hoznak, mint az elmúlt években. Ez nagyon nagy erényünk lehet, hogy nem egy oldalú játékunk, hogy nem csak az egyik oldal jó, nem csak a center játékunk, nem csak a rossz kéz, hanem tényleg mindenki hozza azt az elvárt szintet, és mindenki a saját kis részfeladatait oldja meg, és ebből lesz egy nagy egész, és remélem ez minden meccsen egy győzelem lesz az elmúlt. 4 évvel ezelőtt, ugyancsak az olimpiai évében kiválóan sikerült női válogatottunknak az EB, hiszen aranyérmet és azzal együtt 5-karikás kvótát szerzett Belgrádban. Vajon a siker részesei gondolnak-e még erre a világversenyre? Számomra inkább amiatt jön fel többször, hogy mennyivel megnyitettük a saját dolgunkat, hogy nem kellett kvalifikációs tornát játszani. Viszont pont a napokban beszéltünk arról, hogy amikor megnyertük az EB-t, én gyakorlatilag nem is éreztem át azt, hogy megnyertük azt az Európa-bajnokságot, hanem azt, hogy kijutottunk az olimpiára. Úgyhogy számomra az fontosabb volt, hogy megszereztük a kvótát, és most is valahogy úgy motoszkál bennem, hogy jó lenne, hogyha sikerülne megint az EB-vel nyerni, de természetesen azt már nagyon rég lezártuk az Európa-bajnokságot, már nem is tudom, a következő világeseményen sem abból táplálkoztunk, hogy ja Istenem, EB-t nyertünk, mert oké, megnyertünk egy Európa-bajnokságot, de nem fognak olimpiai érmet a nyakunkba akasztani, hogyha nem dolgozunk és nem teszünk eleget érte. Úgyhogy ez már nagyon rég elmúlt. Új fejezet, új játékosok, új uszoda, hazai közönség, úgyhogy teljesen más lesz. Nagyon harmonikus csapatot látok most, nem látok nagy kilengéseket, tehát érzelmiek sem, mentálisan, fizikálisan sem, tehát egy teljesen jól összeállított csapat vagyunk most, úgyhogy ebből adódóan nincs okunk bármin is agyalni, mert azt gondolom, hogy ha azon gondolkoznak már, hogy jaj, mi lesz majd a döntőben, akkor pont azért nem sikerülne, és nem szabad sietetnünk ezt a 2 hetet. Pontosan ma reggel edzés volt, ezt kellett megcsinálni, délután pihenő, akkor azt kell megélni, úgyhogy azt gondolom, hogy csak akkor leszünk sikeresek, ha meccsről meccsre minden meccset megélni akarunk, nem pedig túl lenni rajta.
szerintem ez lesz a kulcs, hogy ne rohanjunk. A jó eredmény elérésében a szurkolás is segíthet, Gangol Edina pedig azt is elárulta, milyen hangulatot vár a Duna Arénában. Olyat, mint a világbajnokságban. Szerintem az fantasztikus volt. Annál szerintem nem is kell több. Azt gondolom, hogy a szurkolók megtettek mindent azért, hogy eredményesek legyünk. Tényleg számomra az egyik legmeghatóbb pillanat volt a pályafutásom során, amikor nem jutottunk a négybe, és még ezerrel több szurkoló volt a mellettem. És ez azért nagyon jó érzés volt, hogy nem pártoltak el mellőlünk, hanem végig támogattak minket. Úgyhogy ebben bízom, csak remélem, hogy nem az ötödik helyért játszunk hazai pályán, hanem egy kicsit előkelőbb helyért.